Ebben volt ez a KFC botrány, hogy te mit szólsz ez az egészhez? Én azért nem vagyok annyira kiakadva, mert én ezt tapasztalom sajnos minden nap. Csak az a baj, hogy én ezzel az alkattal beállítok egy ilyen helyre, és a biztonsági örök nem nagyon mernek belém kötni. Én kiszoktam őket osztani egyébként. Én múltkor ugyanígy jártam, azzal a különbséggel, hogy visszaküldtek a sor végére az autós, tehát a McDrive-ból, most kimondhatom mindegy, majd, tehát a drive részről visszaküldtek, hogy utólag kértem majonézt. És mondom, nem megyek vissza, mögöttem 10 ember van, sietek, hogy majonézt most ide fogsz adni. Nem, ő ezt nem fogja megcsinálni. Mondom, jó, ott hagytam az autót, visszamentem, belebeszéltem gyalog a ízébe, hogy kérek még egy majonézt. Majd a csaj ki volt borulva, odaízt az üzletvezetőt, és mondtam, hogy ezt a kislányt, ha lehet, akkor küldjék el, mert alkalmatlan a szakmára, és hogyha nem kapok majonézt, akkor nem fogok innen elmenni autóval. Azonnal művész úr elnézést, itt a majonéz, és mondtam a kislánynak, hogy jegyezd meg, te vendéglátásban dolgozol, az a feladatod, hogy kiszolgálj minket, különben ezt nem kell csinálni, ezt a munkát. Lehet, hogy unod, lehet, hogy utálod, de minket szeretni kell, mert mi is szeretünk titeket, és mi is fogyasszuk a termékeiteket. Tehát, hogy itt fölborult egy kicsit az egyensúly, tökéletesen igaza van az újságírónak, de hallom, hogy jól működött a dolog, mert aztán elégtételt követelt, és meg is adta a KFC, ha jól tudom. Ez így van, de egyébként népszerű előadó, meg ugye egy híres ember, gondolom, hogy pozitívan is csalódtál már, tehát amikor úgy különböztettek meg mondjuk a hentesnél, hogy a legszebb csülköt kapod, meg ilyenek, tehát volt már ilyenre példa, hogy... Engem az esetek 90%-ában általában hál' Istennek megismernek, és nem várom el, hogy megismerjenek, de az se, hogy úgy bánjanak velem, mint ahogy egyébként egyik embertársammal se, ha viszont úgy bánna, akkor kihasználom az ismertségemet, és könyörtelen odahívom az üzletvezetőt, könyörtelen kihasználom azt, hogy én idézőjelben picit ismertebb vagyok a többi embernél, mert azt gondolom, hogy ezt hasznára tudva nem nekem, hanem a környezetemnek, a barátaimnak, ha úgy tetszik a társadalomnak, tudunk egy kicsit tanítani, jóra is tudjuk fordítani az ismertségünket. Egyébként nekem van egy úgynevezett portás komplexusom, és ez mindenhol kiveri nálam biztosítékot, ha valóban nem engednek be. Ha valahol hepciáskodnak velem, hogy ide nem lehet bejönni, csak mutassa meg, nem tudom, akkor általában átugrok a sorompon, kikerülöm a kerítést, áthágok rajta. Tehát van sajnos egy ilyen kicsit antiszociális érzékenység, hogy mondják ezt, igen, tehát kicsit deviáns vagyok ilyen szempontból, nem bírom elviselni a határokat, hogyha engem hátráltatnak, de tudom, hogy ebben viszont nekem kell javulnom, és ez nem mentség arra, hogy én bármilyen híresség is vagyok, mert egyébként én nem hiszek ebbe, ugyanúgy emberek vagyunk.